Hát szép jó napot kívánok! Mindvár megszokhattuk, ez itt a DTM Superliga futama lesz, leadva felvételről. Hát sajnálatos módon Ricsi nem tudott eljönni egyéb dolga miatt. Én meg ugye elég ígötös vagyok, megfáztam. Ezért, ha ne adj Isten be, köhögcsélek a adásba, elnézéseteket kérem előre is. Na hát akkor kezdjük. Így van, végre el is indult, tehát az időmérőn ugye a Orbán Tamás volt a leggyorsabb, őt követte András Matyi, meg kicsit lejjebb veszik a motorhangot. Oké, tehát őt követte András Matyi, Matyi András, őt ismerhetjük a Zaligából, ha jól emlékszem. Kárász Rudolf a harmadik, negyedik helyen Farkas Márton, Jaksi Gyula az ötödik, és ezúttal péntek mellett van egy szombatunk is, úgyhogy köszöntöm Szombati Pétert. Ugye kis bokardosunk Cséplő Máté, Sáfrány István a nyolcadik helyen, Varga Dominik a kilencedik helyen, Sulyok Norbert a tizedik helyen, és itt van ugye Péntek Dániel 11. helyen, Lőrinc Gáborunk a kommentátor, hát kommentátorunk, igaz manapság nem nagyon tevékenykedik, ugye a DTM-re koncentrál, ő a 12. helyen, Balog Erik a 13. helyen, Veres Sándor a 14. helyen, és ennyien voltak. Nos, ha eddig nem vettétek volna észre, akkor közlöm veletek, hogy a Hungaroringen Magyarországon járt a DTM csapata. Úgyhogy remélhetőleg egy izgalmas futamot láthatunk tőlük. Természetesen megszokhattuk, hogy a súlyok miatt azért lesz elég izgalom. És hát azért vannak páran, akik nem jöttek el. Köztük, ha jól láttam, én nem igazán láttam Levit, a ligavezetőt. Na de, majd, ha unalmas lesz, majd mondjuk tovább. És el is indult a verseny. Itt hátul a harmadik, második helyen egy kis koc. Hárman is egymás mellett. De Matyi András megtartotta a második helyét, illetve Kárász Rudolf egy kicsit agresszívül próbálkozott ott, és Jaksit, ha jól láttam, de nem vagyok benne biztos. Igen, Jaksi Gyulával, hát volt egy kis koc, ugye lefutott a pályáról, jönk vissza előre. Ugye Orbán Tamás az első helyen, Matyi András nagyon-nagyon-nagyon követi, illetve megpróbálja megelőzni Kárász Rudolf, de Rudolfnak is átra kell nézni, mivel Farkas Márton a negyedik helyen van. Rudolf egy kicsit szélesítette a pályát, ezért Farkas jobban rá tudott cuppanni. Ötödik helyen, Szombati Péter, hát őt Cséplő Máté agresszírozza, majd Dominik, Varga Dominik elég szépen fel tudott zárkózni, a 7. helyen van már, ha jól emlékszem, alul a 10 környékén volt. Menjünk előre, Szombati, Pétert, Cséplő, na, talán meg tudja itten előzni, külső éven, most Máté lesz a belső éven. Igen, elég szép,
ügyes, és csíplő meg is előzte Szombatit. De Péterünk nem hagyja magát, szélárnyékban van, most kihúzódik, de féktávon nem meri betenni az autót. Nem úgy, mint Dominikunk, viszont Dominik megcsúszott az autóval, és őt Jaksi Gyula meg is előzte. Így is van, lássuk hátrébb. Hát vonatoznak a srácok elég szépen. Nos, tehát ott tartottunk, hogy Varga Dominika 8. helyen van, és Jaksi megpróbálja megelőzni Szombatit. Nagy összikám, lesz itt szabad Szombat, vagy nem? Hát olyannyira nem, hogy nem tudja megelőzni Szombatit, de ráadásul Dominik is ráesett. És őt követi, követi. Hát Péntek Dániel, úgyhogy... Elég szép utam. Hopp, és... Jaksi kicsúszott. És elég sokan elmentek mellette, ráadásul... Ki voltál? Szombati? Szombati keresztbe állt, mi történik itt? Súlyok Norbert-tel összeütközött Szombati, hát nem tudom, hogy ez szándékos, vagy nem volt szándékos. De hát azért megnyomjuk azt a féket, hogyha nehogy Isten valaki keresztbe áll előttünk. Viszont Sáfrány István már megint könnyített az autóján. Természetesen nem tehetett róla, mert majd az admin társaság majd megnézi, hogy mi történt. Megbeszélik, esetleg Szombatinak adnak egy szabad Szombatot, és akkor mehet tovább a futam. Na, Veres Sándorunk, nem igazán emlékszem rá, lehet ő egy új srác. Ő a 10. helyen van. Nézzünk előrébb, ottan Lőrinc volt, Lőrinc. Kicsit szétesett a banda, nem tudom, fejbe szétestek a srácok. Majd talán esetleg jövő héten megkérdezem Lőrinctől, mit történt itten, mert nagyon-nagyon furán viselkednek. De közben itten Szombati Péter, illetve ki vagy? Veres Sándor. És Sanyikánknak sikerült feltartani Péterünket, viszont Péter nem hagyja magát. Most külső éven nem. Bemegy belső évre. Sándor védte az éveket. Most belső éven lesz. Így van. Sándor kicsúszik. De meg tudta tartani a pozíciót. Közben ott hátrébb is készülődik. Lőrincünket nagyon adott gyanom, hogy meg fogja előzni. Jaksi Gyula. Hát most itt ebbe a kanyarba kicsit lemaradt. Úgyhogy menjünk vissza előre. Előrébb. És szélárnyékba Szombati. Nem, sikán előtt nem tudta betenni. Sikán? Jó van. Közben csíplőt láthatjuk, ahogy el... De nem, ez Balogerik. Elnézést, és megkocintották a Lőrinc Gabit. Majdnem elvesztette az autó egyensúlyát, de nem ment tovább.
Hát azért itt a hátsó középmezőn környékén eléggé csihipuhizzák egymást. Hárban az egyenesbe. Ajj, hát nem tudom. Na jó. Akkor menjünk előrébb, itten nagyon ütik, vágják egymást a srácok. Péterünk a 8. helyen, Varga Dominik 7. helyen. Előtte Péntek Dániel. 5. helyen Csépő Máté. Igen, vele kevertem össze az Eriket. Máté előtt Farkas Márton. És Matyi András. Igen, Matyi András Levinek az autójában volt, azért volt furcsa számomra, hogy ott is van Levi, meg nincs is. Nos, Matyi András újonc létére feljött a 3. helyre, illetve ott van a 3. helyen. Ez jó woman, ez azt jelenti, hogy azok, akik elől vannak, a kemény mag meg lesz szorongatva egy kicsit. Második helyen Kárász Rudolf, és természetesen az elmaradhatatlan Orbánunk, természetesen nem a Viktor, hanem csak a Tamás, de hát akkor is van egy Orbánunk. És persze, narancssárga autóval, politikamentes futamot képeltem el mára, de nem jut össze. Na, és akkor menjünk akkor itten vissza egy kicsit, mert itten nagyon történnek a dolgok, csak nem tudom, hogy hoppá, tömeg baleset, lőrincünket is kiütötték, meg még valakit ott hátul, aki Veres Sándor. Viszont ahhoz képest, hogy ennyire agresszív vezetnek a srácok, ahhoz képest még senki nem adta fel a versenyt. Úgyhogy... Nos. Ügyesek a srácok, viszonylag. Na, a csoportban, a DTM csoportban láttam egy szavazást. Mi szerint kitette Levi a szavazást, mi szerint lehet választani a következő szezonra, ugye ezúttal már nem DTM-mel fognak menni a srácok, hanem Forma 1-jel indít Levi egy bajnokságot. És ha jól emlékszem, F-Song 2008, illetve RFT Sompírféle Airpatrol RFT 2011 lesz majd a terítéken. Ha jól emlékszem, akkor az RFT 2011 vezet, ami problémás lesz, mert a DRS és a Kerszón működik, hol nem. Esetleg meglátjuk majd, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz. Én személy szerint jobban örülnék az F-Sonnak, mert maga az autók is sokkal szebbek. Habár nem mondhatom azt, hogy sokkal szebbek, mind a két mód nagyon gyönyörű. Hát ennél a DTM-nél sokkal szebb, az fix. Úgyhogy... Na, de ez majd a jövő titka, közben ott hátul látok valami csetepati szerűséget, Péntek Dánielünk, jaj, és Matyi András megcsúszott, lázókő, eljelze lázókő. Nos, tehát ott maradtam, hogy Péntek Dániel a 4. helyen, őt követi Cséprű Máté az 5. helyen, mert Mátékánk elég szépen feljött. Majd Varga Dominika 6. helyen. És iszok egy kortyot, mert már beszélni nem tudok. Na.
nézünk egy kicsit körül. Talán itten Máté fog valamit csinálni. Nagyon picit szétesett a banda, de állj, és hibázott. Én nem tudom, mi történik itt, de most úgy tűnik, mint a nagyon-nagyon-nagyon csúszna a pálya. Jó, hát a Morbán Tamás. Nem, mert csak egy körözés lesz majd. Próbáljunk előre menni. És hát elszólta magam, Matyja, de sajnos kiesett. És Orbán Tamást Kárasz Rudolf vette célba. Sajnos a súlyokról nem igazán tudok mit mondani, mivel halványra fingom sincs, hogy ki milyen súlyokkal dult. Annyit tudok, hogy a ligában van egy súlyok, de hogy annak vannak-e súlyok, azt nem tudom. Na jó, hú, megint megveszek kövezve. De hát ez van, ha engedtetek engemet kommentálni, akkor jobbat ne várjatok. De nem vagyok Ricsisre Lőrinc. Úgyhogy kapjátok az évet elég rendesen. Hát igen, Rudolffal is megtörtént az, ami többiekkel. Furcsa módon, mintha nem tudom. Hát a lagnak nem nevezhetem, hogy lag. Inkább kicsit elbombult. Úgy gondolta, hogy ő a Schumacher, és akkor be fog tapadni a autó, de nem tapad be a autó. Viszont az ügyeskedésének köszönhetően Farkas Márton meg tudta előzni, sőt, Csíplő a negyedik helyen elég szépen megközelítette. Úgyhogy Rudolfot lehet, hogy még Máté meg is fogja előzni. Gondolom én sérült az autó valamelyes módon. Na hát akkor nézzünk hátrébb, Dominik 5. helyen. Hát szerintem van súly Dominikon, mert igen, furi, hogy ennyire hátul van. Többnyire előszoktuk meg az első háromba. Hát mondjuk nem panaszkodhatunk, mert az első ötben benne van, úgyhogy... Nézzünk hátrébb, hogy történik-e itt valami. Szombati a 6. helyen. Súlyok Norbert a 7. Jaksi Gyula 8. Balok elég szépen feljött a 9. helyre. Gratula neki. Őt követi Lőrincünk. A playboyos Audi? Audi. Audi, igen. Nos, akkor nézzünk tovább. Péntek Dániel 11. helyen. Hát ő meg elég szépen visszaesett. De szerintem már lehetett... Lehet, hogy volt boxba. Mit csinálni? Sáfrány István 12. Nem tudom Istvánnal mi történik mostanában, talán nem gyakorol eleget, de ennyire hátul nem nagyon szoktam meg, hogy ennyire hátul van. Egyszer-egyszer kiugrik, egyszer-egyszer... Hát, na. Meglássuk, talán majd a Forma 1-es bajnoksággal ott majd tud brillírozni.
11-es móddal is annak idén elég jól ment, illetve a Dashonnal is még annak idén jól ment ligájába. Úgyhogy hát ott azért az első, nem is 5, de az első 6-7-be kurakodhatná magát. És akkor nézzük, a 13. helyen Veres Sándor a boxban. Hát, szerintem ők ki fog állni. Így is van. Hát akkor már két kiesünk van, Veres Sándor, illetve András Matyi, vagy Matyi András. Úgy néz ki, hogy egy picit elszóltam magam, úgy nincsenek kiesők. 11. kört kezdi el Orbán Tamás. Nem, 12. kört kezdte el. Elnézést. Nézzük. Hát második helyen Farkas Márton. Hopp, és itt hibázott egy kicsit. Na, ez már lagnak tűnt. Nem figyeltem Mártonnak milyen lehetett a pingje, de... Na hát akkor nézzünk hátrébb, Máté, na, Máté elég szépen feljött a harmadik helyre. Hova tűnt Farkas? Dominik negyedik helyen, Jaksi 5, Kárász Rudolf 6, Súlyok Norbert 7, viszont... Hopp, 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 mit történik? Súlyok Norbert, és... Áj, hibázik! Jó, meg tudta fogni az autót. És kivel? Szombati Péterrel akaszkodott össze. Elég agresszívül mennek a srácok, szóval... Látszik, hogy nincs itt a nagy főnök, és ilyenkor azért nem teljesen úgy mennek a dolgok, ahogy kéne. Viszont itt elől, Kárász Rudolf és Jaksi Gyula. Na, Rudolf belsőjében, Jaksi külsőn. Lássuk ki a bátor legény a gáton. És berakja, és meg is előzi. Hát, Gyula, mintha ezt egy picit engedte volna. Nem, valahogy Gyulának nincs meg a sebessége. Viszont Szombati most megpróbálja Gyulát megelőzni. Hát, ne. Viszont Szombati hátra is kell figyeljen. Mert Péntek meg akarja előzni Szombatot, de hát tudjuk, a naptárból ez lehetetlen. Ja, hát... Tehát Szombati a... 6. helyen. Ugye? Yeah. Tehát ott is van, ugye, yeah, naptárban is. Jaksi a 7. és Péntekünk a 8. Ejj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 
Gyurán. Gondolom magába mondja, hogy Gyurán, nem gondolta le arra, hogy lehúzódnál. Hát, na, belső íven. Hát, ez elég szépen elengedte. Nem akart túl sokat vitázni vele.
És Danielünk már megy is tovább. Nos, és újból elkezdődhet az, amire vártunk, talán látunk előzést is. Orbán Tamást utolérte Farkas Márton. Nos, itt elől elég állás csata bontakozhat ki, ha végre Farkas utoléri Orbánt. Srácok, most vicceltek velem. Hát itt nincs előzés. De addig, ameddig itten a srácok megpróbálják eldönteni, most akkor mennek vagy jönnek. Nézünk hátrébb, hát eléggé szétszóródott a mezőny. Talán itten a hetedik helytől visszafele Péntek Dániel, Jaksi Gyula, illetve Súlyok Norbert. Ők vannak elég közel egymáshoz. De nem annyira közel, hogy legyen valami action belőle. Illetve Balogh Erik és Sáfrány István is elég közel vannak. De akkor maradjunk itt egy kicsit Istvánon, lássuk, hogy verekszi át magát Eriken. Nyalások lesz előzés. István már elég szépen meg tudta közelíteni, hát itt még nem. Közben, aki szereti a Forma 1-et, annak elárulhatom, hogy a ma este 18 órától kezdődik az Eres Formula újabb viadala. Ezúttal ott nem én leszek a kommentátor, hála Istennek, hanem Ispanovics Máté. Remélem jól lejtettem ki a nevedet. Úgyhogy fergeteges futamra számítok. Pálya az legyen titok, már csak azért is, mert nem tudom, még pálya. Úgyhogy jó hülye vagyok, ez van. Öregszem, mint a tyúkszemt. Balogh Erik, illetve Sáfrány István bejöttek a boxba. Együtt. Közben Jaksi Gyula is ott volt a boxban. Lőrinc kiesett. Akkor már három kiesőnk van.
Nos, és a boxban úgy látszik, hogy Istvánnak, Sáfrány Istvánnak gyorsabbak voltak a csapattársai, illetve a csapat gyorsabb volt, és hamarabb kicserélték azt a fánya kopott gumit. És a boxban meg tudta előzni Eriket. Nézzünk előrébb, Jaksi Gyula. Ahol elég szépen előjár, úgyhogy 9. helyen se előtte, se mögötte. Hát közvetlen mögötte Súlyok Norbert, de elég nagy távolság van köztük. Majd 7. helyen Péntek Dániel. Ő előtte Csépő Máté, ugye ő is volt boxban. Na ugye 3. helyen volt és visszajött. Viszont Szombati Péterünk az 5. helyen van így. Nem tudom, ha volt-e boxban. Mivel ennyire elő van, nem tudom. Nézzük. Kárász Rudolf a 4. helyen, illetve Farkas Márton a 3. viszont Farkas, igen, Dominikot próbálná megelőzni. Hát erről is lemaradtunk, hogy hogy került Dominik Farkas elé. Hát igen, mint a srácok kezdenek most már összébe zárkózni kumi cserék után, illetve a box kiállások után. Na de, ha már Forma 1, ugye már elmondtam, hogy vasárnap 18 órától RS Formula, illetve jövő hét pénteken, ha minden igaz és minden összejön, akkor újból Forma 1 2017 Codemasters, és ezúttal nem is tudom, még pályán leszünk, valamelyiken leszünk, úgyhogy ha izgultok, illetve várjátok a viadal kimenetét, akkor jövő hét pénteken követhetitek. Na, ezt jól úgy megmondtam. Na, ott hátul, hát valaki, igen, Kárász Rudolf próbált volna a pályán maradni, nem sikerült neki. A Farkas Márton Dominikot tolja le a pályáról. Hát nekem úgy tűnt, hogy Dominik be akar jönni a boxba, de szerintem csak megcsúszott. Na, lássuk. Dominik vagy Farkas? Igen, furcsa módon többnyire a külső éven, aki jön, az tud jobban fékezni, és Farkas Márton meg is előzte Dominikot. Ja, elnézést, elfejtettem visítani, hát majd következő alkalommal. Ja, ez nem az a műsor. Na mindegy. Mindjárt szépen bedrifteltek. Hát Orbánunk elég szépen vezet. Nos, hát a 20. körben vagyunk,
Hát időt azt nem látok. De azt tudom, hogy valami 57 perces volt a futam. Körszámot sajnos nem néztem meg, de hát majd kiderül. Na, tehát akkor Orbán Tamás az első helyen, 20. kör, 21-et kezdi meg azonnal. Nézzük milyen idővel. 1.34, 7.75, 7.55 elnézést. Farkas Márton követi 1.33.8.97-tel. Új. Marci gyorsabb, mint Orbán eltársunk, Tamás. Nézzük őt, Varga Dominik, hát 1.36.974. Jóval alacsonyabb a inger küszöbe. Jó, hülye vagy létei? Nem. Tehát sokkal lassabb. Eddig úgy látszik, hogy farkasunk a gyors fickó. Őt követi Kárász Rudolf 1.36.550-nel. Majd Szombati Péterünk 1.37.961. Cséplő 1.35.452. Viszont Szombatinak van egy rossz hírem, Cséplő gyorsabb nála. Ez volt a rossz hír, a jó hír számára az, hogy Máté sajnos időnként hibázik. Valahogy vonzza az a fránya rázó kő, és ilyenkor megdobja az autót és belassul. Nos, lássuk, Szombati meg tudja Kárászt előzni, vagy sem. Hát, vagy sem, mivel Szombati jön a boxba, és így Cséprő is meg el tudott menni mellette. Üzen Péntek Dániel a 7. helyen. Na, jössz, nem jössz, nem jössz, nem jön a boxba. Jaksúly Gyula 8. helyen. Nézzük meg, bejön a boxba. Nem, ő már volt, ha jól emlékszem. Sülök Norbert a 9. helyen. Ős jön a boxban, majd őt követi Sáfrány István 10. helyen. Na, hát a legutóbbi találkozásunk volt a 2 darab helyet javított, úgyhogy hajrá. Előbb-utóbb meg lesz az a pódium. 11. helyen Balog Erik jön, és elment. Hát kiesőink Lőrinc Gabi, Veres Sándor és András Matyi, vagy Matyi András, kinek úgy felel meg. Ja, hát akkor újból itt első hely, Orbán Tamás. Viszont Tomikán elég nagy problémába került. Lássuk, milyen végtempója van. Érte, milyen idő tud. Hát 1.35, 9.38. Igen, Farkas Marci az gyorsabb. Picivel, de gyorsabb. Párázó kő is be is lassult tőle. Egymás mellett. Ne nézzünk egy kis.
Nyuhát, nyuhát. Jaj, és Marci hibázik. De hála Istennek ott tudta tartani az autót. Ez egy picit, nagyon picit lemaradt. De jön a féktáv. Hát nagyiparban nyomják a srácok. Hát úgy látjuk, hogy nem igazán fogják itt elrűzgetni egymást. De Marci eléggé ott tartja az autót, nem engedi Tamást lélegezni se. Úgyhogy, hogyha Marci eléggé ott tartja az autót, akkor talán láthatunk egy előzést. Na, nagyon rajta van. Na és Marci most talán belső íven, ha elég jól kidorsít, de nem. Most külső ív. Eddig mindig a külső ív jó volt, mert túl szélesen vette be. Na, nem. Jó van. Legalább nem ütötte ki Orbán Tamást. Igen, ha ott tudod tartani az autót, akkor sokkal nagyobb tempót át tudsz vinni, és akár megijeszteni az előtted lévőt, aki befékez. De ez úgy néz ki, hogy Tomi nem vette be. Állj, az a rázókő, hanem nem kellett volna rámenni. Huszonötödik körben vagyunk. Hát nem akarja átadni ezt az első helyet semmiféleképpen. Ragaszkodik hozzá Tamás. Hát akkor egy pillanatra talán nézzünk hátrébb, mi történik. Közben nálunk csokoládé evés van. Ugye Ádám fiam neki áll csokoládét tenni, azért szakad meg időnként a hangom. Mert hát természetesen itt már megjött a Mikulás. Már csak azért is, mert az este elkaptuk. Jó, megvehettük és elvettük az összes édességet tőle. Úgy van, Ádám? Úgyhogy... Így van. Nem tudom, mennyire hallatszodott, úgyhogy ha gyereksírás hallgattok, akkor ezt nekünk köszönhető, mert elvettük a édeséget. Na jó, akkor evezünk komolyabb vizekre. És menjünk hátrébb, mert ezek most már csúpság vannak velem.
elkezdik a 27. kört, és még mindig nem előzték meg egymást. Közben Csépű Máté harmadik helyre újból fel tudott zárkózni. Őt követi Varga Dominika negyedik helyen, Szombati Péter az ötödik helyen. Hát ezt a teljes hétvégét, ezt nagyon nehezen fogom megszokni, szóval ha jövő héten jön nem, közben nagyon behallatik a csokét. Jó, tehát akkor ott tartottunk, hogy nem tudom, elfelejtettem. Tehát Szombati Péter a hatodik, Jaksi Gyula a hetedik, Súlyok Norbert a nyolcadik, Sáfrány István a kilencedik, Péntek Dániel tizedik, Balog Erik a tizenegyedik, és újból a kiesők, 12. Lőrinc, Veres Sándor 13, András Maki 14. És itt elől abszolút de semmi nem történt. Itt olyannyira nem történt semmi, hogy már a 28. körben vagyunk, és a Fidesz Orbán elől van, őt követi az ellenzék Farkas Mártonnal személyében, aki Farkas léptekkel próbál. Na, ebből úgy magyarázom ki magam. Na jó, van akkor. Nézzük a Márton szemszögéből, hogy mi és hogy és mikor is talán.
Hoppá, hoppá. Mi történt? Megpróbálunk visszamenni. Igen, rázókő, cup, neki a falnak. Hát, igen. Az megesik. Úgyhogy Farkas Márton ezúttal nem fogja tudni megelőzni Orbán Tamár. Úgyhogy újból a Fidesz fog nyerni Orbánnal, és a farkasok lemaradnak. Haha, na jó. Viccet félretéve nézzük hátul. Hát nem sok minden változott, Csépő Máté még mindig a harmadik, Vargadom még mindig a negyedik. Kárász Rudolf, hát ő az ötödik. Szombati Péterünk a hatodik. Jaksi Gyula, hetedik. Sülyok Norbert, nyolcadik. Nos, és itten Sáfrány István, illetve Péntek Dániel között egy kis csata. Végre izgalom a pályán, és ezúttal nem a popcorn miatt. Mármint úgy kiesik a kezünkből sem, hanem Sáfrány és Péntek hozzák az izgalmakat. A 30. kör. Péntek ott van szélelmékba. A Sáfrány tartja az ívet. Tudja, hogyha behúzódik, akkor nem fogja tudni megtartani. Ájj! És bedugja. Ájj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 
Na, péntek. Hát, Istvánkám, péntek elment. De István nem törődött bele, hogy elment a péntekje. Viszont megelőzni nem fogja tudni. Nézzünk előre. Hátra. Hát hátul balugerik, töretlenül 11. helyen. Tőle azt már senki el nem veszi, ott csak ő tudja elrontani. Hát itt eléggé szétesett. Hát Farkas Márton megpróbál fölzárkózni, látszik rajta, hogy siet. Hibázik rengeteget. Itt is szélesít egy kicsit. Viszont nem vagyok benne biztos, hogy utóval fogja tudni érni.
És ennyi is volt. Orbán Tamás az első helyen. Őt követi Farkas Márk. Harmadik helyen Csíplő Máté. Varga Dominik negyedik. Kárász Rudolf ötödik. Péntek Dániel hatodik. Jaksi Gyula hetedik helyen jön be. Megvárjuk. Így van. Nyolcadik helyen Súlyok, már, Súlyok Norbert. És itt még nincs eldőlve. Péntek Dániel, illetve Sáfrány István között. Lássuk. Hú. Na lássuk, azt mondja, hogy Péntek Dániel 9. És Sáfrány István, de nagyon-nagyon-nagyon picivel lemaradva 10. Balog Erik, gratulációit. Gratulációimat fogad. Végig ment 11. helyen. Na még egy kicsi. És van, és az utolsó is beérkezett. Balog Erik személyében. És akkor a kieső Klőrinc Gábor, Veres Sándor, illetve András Matyi, vagy Matyi András. Köszönöm szépen a figyelmet! Akkor még ma 18 órakor találkozunk. Eres formula. Úgyhogy legyetek jók, szépek és szobatiszták. Sziasztok!